demokratikus koalíció elnökét, korábbi miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet. Kedves barátaim, azért jöttünk ma itt délután össze, hogy megüzenjük Magyarországnak, hogy él a magyar szabadság és él a magyar demokrácia. Azért jöttünk össze, hogy erőt és hitet adjuk minden magyarnak, hogy a magyar szabadság nem eladó, nem adjuk a miniszterelnöknek, nem adjuk pártjának, mert tartozunk vele magunknak, gyermekeinknek, unokáinknak, és oda fogjuk küldeni Orbánt, ahova való, a politika és a történelem szemétdombjára. Szeretjük a hazánkat. Szeretjük magyarságunkat. Benne élünk és benne lélegzünk. Vele dobog a szívünk. Hazafiak vagyunk. Magyarok, akik nem tartják magukat különbnek másnál, magyarok, akik értik, hogy ezer év küzdelme arról szólt, hogy ez az ország nyugatra megy, és nem keletre. Orbán menjen keletre, ha akar, mi megyünk nyugatra. Nyugat a mi hazánk. Budapestiként, szegediként, pápaiként, pécsiként, hódmezővásárhelyiként azt üzenjük Párizsnak, Berlinnek, Londonnak és Rómának. Mi, magyarok, beteljesítve sok évszázad küzdelmét, 1989-ben, 90-ben megérkeztünk Európába, és nem fogjuk megengedni, hogy bárki, egy politikai szélhámos, egy átkozott csaló, aki ma miniszterelnök, letérítsen bennünket erről az útról, mert nem ezért küzdöttünk. Orbán vagy leteszi a fegyvert, Budapestnél vagy Világosnál. Ha nem teszi, akkor olyan vereséget mérünk rá, amelyből megtanulja, hogy nem adunk neki 4 évet, mert nincsen sem 4 évünk, sem 1, sem 2 rá. Mert nem az ő 4 éve következik, hanem a magyar demokrácia 4 éve fog következni. A mindenki élete fog következni. Olyan világot szeretnénk, amelyben mindenkiből az lehet, ami tehetség, szorgalom benne van. Olyan világot szeretnénk, amelyben a Budapesttől legmesszebb lévő falvakban is úgy látják, hogy olyan miniszterelnökük, olyan kormányuk van, amely esküjét úgy teljesíti, hogy lehetőséget, esélyt teremtsen mindenkinek, független attól, hogy hova született. A mai miniszterelnök nem ilyen ember. A mai miniszterelnök csak a sajátjait képviseli. A kevesekét, a felkapaszkodottakét, a sértődöttekét. Olyanokét, akik azt hiszik, hogy basáskodhatnak felettünk. Aki fölöttünk basáskodni akar, az a mi ellenfelünk. Ezért a miniszterelnök a mi ellenfelünk, és ha az ellenfelünk, akkor legyőzzük április 6-án veletek, mindegyik ötökkel. Van egy közös álmunk. Ez a közös álom a szabadság álma, a méltóság álma, a tisztelet álma, olyan álom, amelyben magyar magyarhoz lehajol, amelyben érti a szavát, olyan álom, amely nemet mond a kirekesztésre, nemet mond az önzésre, a haragra, nemet mond a kivagyiságra. Van egy álmunk, amelyben valamennyi magyar otthon érzi magát, saját országában és hazájának tekinti Európát. Ezt az álmot szocialisták, szabadelvűek, zöldek, együtt a kormányvártok a demokratikus koalícióval képviselik, és arra biztatunk mindenkit,
hogy erősítse meg a hitét, mert el kell majd egyszer számolni, hogy akkor, amikor útelágazódáshoz érkeztünk, merre indult. Mi elmondjuk nekik, mi a szabad Magyarország felé indultunk, Mesterházy Attilával, a kormányváltókkal, és győzelemre fogjuk vinni a közös ügyünket. Mit ér a magyar, ha nem érhet szabadságban? Mit ér a magyar, ha szolgának kell lennie saját országában? Mit érünk mi, ha nem merünk megküzdeni, mert megijedünk? Mit érünk mi, ha meghátrálunk csak azért, mert jöttek, akik megcsaltak, megloptak, megraboltak bennünket? Többek akarunk lenni saját félelmeinknél, kétségeinknél. És nem csak többek akarunk lenni, hanem többek is leszünk. Mert megfogjuk egymás kezét, bátorságot és bátorítást adunk, és azt mondjuk, hogy igen, igen, na megcsináljuk. Igen, igen, veled vagyunk Magyarország. Igen, igen, győzni fogunk. Nem csak ti győztök, hanem győzni fog az ország. És amikor majd egyszer megkérdezik a gyerekeitek, hogy vajon megcsináltátok-e, amit megkövetelt a haza, akkor azt mondhatjátok, hogy igen, igen, megcsináltuk. Volt hozzá bátorságunk, merességünk, tehetségünk. Volt hozzá erőnk. Erőt kívánok Magyarországnak. Erőt, hogy ne hagyja el a hite, hogy a küzdelme nem lesz értelmetlen. Erőt kívánok Magyarországnak, hogy ez az erő átsugározzon másokra is, és azt mondják majd egyszer, hogy éltek itt 2014 tájékán olyan magyarok, akik nem feladták, hanem megküzdtek. Megküzdtek és győztek, és adnak egy olyan új miniszterelnököt az országnak, amellyel vissza fog térni a nyugalom, a béke, a tisztesség és a szabadság. Szavazzatok a szabadságra, szavazzatok Mesterházy Attilára, szavazzatok a kormányváltókra, s ha így lesz, sütni fog a nap, nem csak ma, hanem április 6-án, vagy másnap, s kezdődhet egy jobb, egy tisztességesebb élet velünk, a kormányváltókkal.